A délutáni szünetnek vége, a közgyűlés folytatja munkáját. Nem most keletkezett a probléma. Ez teljesen más történet, mint a környezetünkért közalapítvány volt, tehát ne is mossuk össze a kettőt. Itt ugye más problémák is vannak, benne van az előterjesztésben is, de hát képviselőtársam is tudja, hiszen a polgármester volt, illetve a körzetnek a képviselője. Itt van az anyagban, idézem. Az önkormányzat által átadott pénzügyi támogatásokat 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is a közalapítvány által felhalmozott közüzemi hátrékok, biztosítási díjak, stb. Tartozásokra kellett fordítani. Meg most el is mondta a képviselőtársam, hogy keletkezett ez a 600.000 forintos hiány is, amit nem tudtak kezelni. Igazából, amikor a lehetőségük megvolt önöknek arra, hogy nyúljanak a hóna alá ennek a közalapítványnak, tegyék rendbe, működőképessé és működjön a dolog, akkor ez valamiért elmaradt. Még el is ismerte az előbb, és ez tiszteletre méltó, hogy elismerte, hogy az előző városvezetés hibája volt ez. Az, hogy nem történt 3-4 évig semmi, holott látszott, hogy ez a közalapítvány tulajdonképpen haldoklik, nem tölti be a funkcióját, és ez sajnos látványos is, ezt az ott lakók is tapasztalták, mert az egykor tényleg szép terület, magam is egyébként ott voltam gyerek a Merinda Parkban, nagyon sokszor játszottunk, tényleg egy szép, gondozott, sok funkciós, nagy parkja ez a városrésznek. Az utóbbi években ez teljesen lerobbant állapotúvá vált. Jó magam, most másfél éve, amióta ott nyilván van feladatom is még pluszban, látom, legalább 30-szor voltam már úgy ott, hogy a sportpálya, ami alapvetően azt a célt kellene, hogy szolgálja, hogy a helybeliek ott sportolhassanak, kézilabdázhassanak, focizhassanak, gyerekek ahelyett, hogy csavarognak, inkább hasznosan töltenik az idejüket. Ehelyett azt látom, hogy a bezárt focipályán egy kutya sétál föl alá, de bármikor megy oda az ember. Tehát, és akkor nem beszéltünk még a park állapotáról, az épület állapotáról, és így tovább. Azt is tudja talán képviselőtársam, hogy a holdinggal is volt egy megállapodása ugye a közalapítványnak a terület rendezéséről. Forrásokat is biztosítottak ehhez. Ezt a szerződést fel kellett bontani, mert nem látták el megfelelően ezt a feladatot is. Ezt a holdingosoktól kaptam, ezt a tájékoztatást. Ha nem igaz, akkor velük legyen szíves ezt megbeszélni. Tény, hogy a park gazdátlan állapotúvá vált az utóbbi években bizonyosan. Tehát valamit kellett már kezdeni vele. Most lehet azt mondani, hogy persze még 3 hónapot, meg 4-et, meg nem tudom mennyit még várjunk, meg most pályázatot írjunk ki, meg és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy az a program, amit elkezdtünk több helyen is a városban, nagyon sok jó példa van már, hogy helyben lakó emberek közössége, akik ott laknak, használják az adott teret, összefognak, létrehoznak egy egyesületet, civil szervezetet, és utána átveszik azokat a feladatokat, ami az adott közösségi térrel kapcsolatos. Működtetik a teret, programokat szerveznek a térre, rendbe tartják, felügyelik, biztonságosá teszik mindenki számára. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív példa. Tudunk ilyet többet is mondani a város más részeiről is, tehát nem szeretném én ezt itt privilégizálni, hogy ez itt csak itt történik. Meg nem így van, nagyon sok helyen van ilyen. Kertvárosban is, hál' Istennek elindult ez a folyamat, több civil szervezet is van, akik az adott területen, ahol működnek, ahol laknak, kezelésben szeretnék venni az adott területet. Ez nagyon helyes irány szerintem, ezt segíteni kell mindannyiunknak, hiszen az a fontos, hogy magukénak érezzék az ott élő emberek ezeket a tereket, ne csak használják, hanem műveljék és őrizzék is ezeket a területeket. Ez az oka annak, hogy itt egy helyben létrejött és alakult szervezet, helyi lakókból alakult szervezet venné át attól a közalapítványtól a működtetést, amelyikkel már az önök idejében és az elmúlt 4 évben folyamatosan probléma volt, amit ön is az előbb elismert. Itt erről van szó, semmi másról. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Meissner András képviselő úrnak. Tisztelt közgyűlés, távol álljon tőlem az a szándék, vagy az a stílus, hogy valakit is ki akarnék oktatni ebben a közgyűlésben, de úgy érzem, hogy engem itt, hát ez megpróbálnak. Megpróbálnak féligazságokkal falhoz állítani, és úgy tenni, minthogyha én ma jöttem volna le a falvédőről. Képviselő úr, kérem, hogy ezt ne próbálja meg. Higgy el, van nekem annyi politikai rutinom, mint magának, tudok én is olyan szép szavakat mondani, mint ön, és tudok féligazságokat is mondani, csak nem szeretek.
Amit ön az előterjesztésből felolvasott, azok mind féligazságok. Az előterjesztés csupa féligazság. Olvass el az első két sort, az még nem is stimmel egymáshoz, mert de még ilyenekkel nem is foglalkoztam az előterjesztésben, hogy benn van írva az első sorba, hogy mikor alakult meg, majd 7 évvel korábban bejegyezte a bíróság. Hát vicc. Na most valószínűleg sajtóhiba. De kérem szépen, tessék már észrevenni. Működött egy alapítvány, jól. Azért nem kötött vele a szerződést a holding, mert az új holding igazgatónak más elképzelése volt. Nem azért, mert rosszul dolgozott. Az, hogy a holding mit mond, azért nem kötött vele Varga Péter szerződést, mert ő úgy gondolta, hogy más módon akarja megoldani a Melinda Park környékének a működtetését. Ezt azért tudom mondani, mert még én is beszéltem vele. Na most, tehát az a program, amelyik nem a zárt kerítéssel körbevett részről van szó, amiről most beszél. Az a program tehát azért állt le. A másik dolog az, hogy korábban miért nem töltöttük föl az alapítványnak a számláját a működtetéshez szükséges összeggel, nem tudom. De egy biztos, azért már nem tudtam hozzá megfelelő többséget szerezni a frakciómban, mint egyéni képviselő, ez az én hibám, hát ügyetlenségemé. De ez az enyém. De azt azért hozzáteszem, hogy ennek a működtetéséhez, ennek még egyszer mondom, a zárt tér működtetéséhez, az épület működtetéséhez évente 1,5 millió forint szükséges. Ezt a 1,5 millió forintot, ha a város nem adja oda annak az egyesületnek, amelyik ezt az egészet működteti, akkor az egyesület vagy pályázati úton, vagy saját tagjainak zsebéből kell, hogy ezt előteremtse, mert volt olyan idő, bizony, mikor én még vállalkozásoknál dolgoztam, akkor még a vállalkozásom pénzéből én is tettem oda. Ez a 4 kollégium Kft. Volt, mielőtt még itt valaki az Expo-ra gondol. Magán cégem volt. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy ehhez a dologhoz, tehát, hogy az egyesületnek, amelyik majd itt működni fog, annak még egyszer nem csak az épületet kell működtetnie, hanem programokat is kell szervezni. Nagyjából 2 millió forintba kerül az egész. Én, amikor alpolgármester voltam, összehívtam több tanácskozást, ezen Csizi képviselő úr is jelen volt, ezúton kívánok neki jobbulást, és több képviselőtársam, több civil szervezet, mert úgy gondoltam, hogy ennek az alapítványnak a kuratóriumát úgy kellene föltölteni különböző civil szervezetek képviselőivel, különböző emberekkel, hogy számos helyről tudjunk oda pénzt csatornázni, és számos helyről lehessen ellenőrizni azt a tevékenységet, ami ott zajlik. És semmi akadálya nincs annak, hogy ezt az alapítványt megtartsuk, úgy, hogy az alapítvány kuratóriumát feltöltsük olyan emberekkel, akik egyébként kertvárosiak, vagy szívesen tennének kertvárosért, mint ahogy ön is mondja, és hogy ez az alapítványi kuratórium semmi más nem csinálna, csak annyit, hogy az ott működő civil szervezeteknek, mint egy befogadó szervezet kiajánlja ezt a pályarendszert, ezt az épületet, ezt a szabadidőparkot, hogy használják, hogy hozzanak oda programokat. Ennek semmi akadálya nem lenne, most se. Még csak az olyan akadály sem lehetne, hogy nem tud pályázni, mert majd a civil szervezet pályázik. De az ellenőrzés szempontjából sokkal fontosabb lenne, hogy ez a paritásos elvű dolog működjön, mint az, hogy odaadjuk egy olyan civil szervezetnek, akinek a jó szándékát nyilván nem lehet vitatni, hiszen most alakult a közelmúltban, gondolom éppen azért, hogy átvegyék ezt ennek a partnak a működtetését. De azt is tudom mondani, hogy azért ismerjük a civil szervezeteket, nem egyet tapasztaltunk már, hogy nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, mert programot írni nagyon könnyű, nagyon szépen le lehet írni bizonyos dolgokat, amik aztán nem válnak be. Én attól tartok, hogy ez most is így lesz. Meg attól tartok, képviselő úr, hogy ez a civil szervezet, amit így mondjuk így, hogy az én hátam mögött, vagy a közgyűlés háta mögött, a bizottságok megkerülésével hoztak létre, és ajánlják ki nekik, ez valamilyen szándékkal, és nem csupán csak a közjó szándékával alakult. Lehet, hogy nincs igazam,
Csak hát azért mondom önnek mindezt, mert én láttam már olyan civil szervezetet, amely bújtatott módon egy párthoz kötődött. Mondjuk így, hogy a hátsó udvara volt. Ez sem baj, csak akkor föl kell vállalni. De azt gondolom, hogy ebben az esetben ezt nem kellene tenni. Tehát én, ha a pályáztatás mellett vagyok, akkor pont amellett vagyok, hogy legyen egy olyan nyílt megmérettetés, ahol egyébként a környéken tevékenykedő civil szervezetek, az ott lakó emberek, vagy lehet, hogy nem ott lakó, de Pécsvárosában lakó és Pécsváros egyes területeire sokat tenni akaró emberek vannak, hogy ők is letehessék azt a levelet a polgármester úrnak, amelyet letett ez az említett szervezet. Induljanak ők is. De milyen alapon adom oda, hogy adja oda bárki is egy általunk nem ismert szervezetnek egy ilyen több millió forint értékű vagyont. Meg még ígérvényt arra, hogy évente több millió forintot fogunk tenni a kasszába, mert ha nem teszünk, ez a vagyon tönkre fog menni. Tehát én csak ettől tartok. Meg azt gondolom, hogy ennek a kétféle ügyintézésnek, amit önök végeztek meg, amit én végeztem, azért nagy különbségei vannak. Én megbeszéltem volna, vagy akartam az önök oldalával azt, hogy mi történjen ott, milyen emberek jöjjenek be, hogy kértem, hogy javasoljanak személyeket, önök ellenben mit csinálnak, még csak meg sem hívnak egyetlen tárgyalásra sem, ahol ez az egész dolog történik, bár elvileg az a szokásjog megvan ebben az önkormányzatban, hogy a területi képviselőt mindenhova meghívják. Hát ennyi, uraim. És a fenntartom a módosító indítványomat. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Kővár János képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint területi képviselő biztos találkozott számtalan olyan panasszal, amit a közalapítvány működéssel kapcsolatban fogalmaztak meg helybeliek. Én erre nem is szeretnék itt utalni, gondolom, hogy tartja a kapcsolatot a választóival, és ezekkel találkozott. Azzal kapcsolatban, amit mondott, hogy egy ismeretlen, és nem biztos, hogy megbízható szervezetre rábízni ezt a vagyont, ami ott létrejön, ezzel kapcsolatban szeretném megnyugtatni, hogy egyrészt ezek az emberek, akik alkotják ezt a szervezetet, nem ismeretlenek, ez egy bejegyzett szervezet, attól kezdve, hogy be van jegyezve, ugye vonatkoznak rá jogszabályok, ügyészség ellenőrizheti, számvevőszék ellenőrizheti, és itavésítáv, tehát jogszerűen kell működnie alapvetően. Én azt gondolom, hogy helybeliek hozták létre, tehát jó hiszeműnek is gondolom a kezdeményezést. Harmadrészt meg nem adjuk át a vagyont, ez azt hiszem félreértés lehetett, amit mondott, mert szó nincsen rá, hogy átadná a vagyont az önkormányzat, ellenkezőleg megtartja a vagyont az önkormányzat, használatba, kezelésbe adja. Ugyanúgy egyébként, mint mondjuk Istenkúton, Patacson, Pécsbányán, és még nem tudom hány helyen a Vasason, most ugye a közösségi házat is civil szervezet kezelésébe adta az önkormányzat, azzal a pozitív tapasztalattal egyébként, hogy ezek a szervezetek jól működtetik ezeket a közösségi házakat. Javaslom képviselő úrnak, hogy látogassa meg akár az Istenkuti közösségi házat, a Patacsit, a Pécsbányait, vagy a Vasasit. Jó tapasztalatok vannak, jól működhetik, megbízhatóan működhetik, és szerződéses formában működhetik. Ezzel kapcsolatban is szeretném megnyugtatni. Itt is nyilvánvalóan, hogy szerződés jön létre az önkormányzat és a civil szervezet között, hogy mi a feltétel rendszere ennek a használatba adásnak. Tehát attól ne féljen, hogy ellenőrizetlen lesz ez a dolog. Egyébként pedig, hogyha régen csak úgy lehetett ellenőrizni egy szervezetet, hogy a kuratóriumában politikusok ültek, akkor régen rossz. Úgy gondolom, hogy itt erre nem lesz szükség, ezzel a szervezettel egy szerződés jön létre, ha nem megfelelően látják el feladatot, akkor nyilván fel lesz bontva a szerződés, és akkor egy másik szervezet lesz ezzel megbízva. Köszönöm, tisztelt közgyűlés, akkor szavaznánk az előterjesztésről. Elsőként Meissner András javaslatát teszem fel szavazásra, mely szerint írassék ki egy pályázat ennek a komplexumnak hasznosítására egy civil szervezet számára, hogyha jól értettem. Kérem erről a szavazást. Tizen támogatták, 6 nem és 13 tartózkodás alapján a közülés nem fogadta a javaslatot. Ezek után a
magáról az előterjesztésről kérem, hogy szavazzunk. A közülés 21 igennel, 9 nemmel és tartózkodás nélkül fogadta az előterjesztést. Következő naprendi pont Pannon szakképzési szervezési társulás gesztori feladatainak átadása a Baranya megye önkormányzat számára. Előterjeszti a Bognár László bizottsági elnök úr. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni, egyéb hozzászólás igényt nem látok. Kérem a közülést, hogy szíveskedjék szavazni az előterjesztésről. Igen, 9 nemmel a közülés elfogadta az előterjesztést. Következő naprendi pont Pécs Holding alapító körének módosítása az elismert vállalatcsoport megszüntetése érdekében. Ez a jubileumi harmadik számú tárgyalás ennek a naprendi pontnak, most nem kívánok hozzáfűzni kiegészítést. Hozzászólás igényt nem látok, kérem a szavazást. Közülés 21 igennel, 9 nemmel és 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadta. Következő naprendi pontunk a Pécsi Ifjúsági Központ beavatása a Pécsi Kulturális Központba. Tisztelt közülés, az előterjesztés lényegében arról szavaz, miszerint ugye egy április 29-i döntésünket követően ez a javaslat megszületett, ennek a technikai átvezetése történne meg, jogi eljárását szabályozó előterjesztés van a kezünkben. A határidő egyébként 2011. január első napja lenne, tehát jövő elejétől indulna ez az új formáció. Megadom a szót Lengvárszky Attila képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Egy korábban már elhatározott koncepcionális döntésnek a végrehajtás előtt állunk, amely rendkívül jelentős abból a szempontból is, hogy Pécsváros ifjúságáért és fiataljaiért tevő, cselekvő és áldozatos munkát vállaló kollégák, szervezetek, intézmények kerülnek most egy kalap alá. Az Összefogás Pécsért Egyesületnek mindig rendkívül fontos a gyermekek sorsa, mint ezt korábbi cselekedeteinkben, illetve szavazásainkban, hozzászólásainkban is kifejtettük. És egy kicsit aggodalommal nézzük azt, hogy ha mindenki egy kalapba kerül, akkor a Szivárvány Gyermekházban folyó munka az kellő súlyt kapjon. Ezért szeretnék egy olyan módosítást tenni ennek a védelmével, amelyet szeretnék is szövegszerűen megfogalmazni, hogy a 11. pontja a határozati javaslatnak úgy módosulna szövegszerűen, hogy amikor arról van szó, hogy egy igazgató, egy gazdasági vezető és 3 igazgató helyettes irányítaná ezt az új kulturális központot, akkor azzal módosítanám, hogy ezen igazgató helyettesek közül az egyik a gyermek és ifjúsági, valamint felnőtt korosztály közművelődésének szakmai vezetését közvetlenül irányítja. Tehát egy közülük az igazgató helyettesek közül gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály közművelődésének szakmai vezetését irányítja. Tehát ezzel a módosítással szeretném, ha a módosítást elfogadna a közgyűlés, hogy így módon a gyermekeknek a további kulturális szervezése, a gyermekekért végzett Szivárvány Gyermekházban való munka az továbbra is külön súlyt tudjon kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Révész Mária frakcióvezetőasszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen, én megértem Lengvárszky Attila aggodalmát, de meg kell, hogy nyugtassam, hogy a Fidesz frakció legalább annyira figyelemmel van az ifjúsági korosztályra és a gyermekkorosztályra, és a döntés előkészítés folyamán is figyeltünk arra,
hogy a Szivárvány Gyerekház és a hozzátartozó létesítmények és alegységek megfelelő körülmények között tudják folytatni a tevékenységüket, és semmiféle hát korlátalan ne essenek. A helyzet az, hogy bár megszavazhatjuk ezt a módosító indítványt, de be kell hozni az összeolvasztott intézménynek majd az alapító okiratát és az SMS-ét, amelyben ezt nyilvánvalóan rögzítettük volna, mert ez oda illő hát feladat. A közgyűlés szándéka, legalábbis a Kulturális Bizottság szándéka mindenképpen az volt, hogy a gyermek és ifjúsági korosztálynak a kulturális gondozása kapcsolatos feladatok tovább ne sérüljenek, viszont azok az átfedések, amelyek az ifjúsági ház és a kutatás központ tevékenységében voltak, azok racionalizálódjanak, illetve együtt talán hatékonyabb tevékenységet tudnak kifejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vonda Tibor képviselő úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mi itt a szomszédjaimmal nem nagyon tudtuk értelmezni Lengvászki Attila javaslatát. Félreérthető volt a szöveges, mert ha jól emlékszem, azt olvasta föl, hogy azt javasolja, hogy a gyermek, ifjúsági és a felnőtt korosztállyal foglalkozó valamelyik személy az igazgatóhelyettesi rangban legyen. Nagyjából a gyermek, ifjúsági és a felnőtt az lefedi a teljes populációt. Tehát a Révész Mária elnök asszony hozzászólását értettem és támogatom is. Tehát mi is azt javasolnánk, hogyha a szervezeti működési szabályzata elkészül az új intézménynek, akkor abban nevesítsük, hogy a mostani Szivárvány Gyermekház kollektíváját vezető személy az igazgató helyettesi rangba legyen, tehát a három igazgató helyettesben az egyik az legyen, aki ott végzi a munkát. A zavart az okozta, hogy tehát lehet, hogy az volt a javaslat, értem, hogy legyen három igazgató helyettes, egyik felügyelje a gyereket, másik az ifjúságit, a harmadik a felnőttet, de ahogy azt képviselőtársam felolvasta, úgy tűnt, mintha a három összemosva legyen erre a feladatra egy igazgató helyettes. De amennyiben a bizottság elnök asszony hozzászólása az egyfajta szándék, elkötelezettség ígéret, akkor mi ezt támogatjuk, akkor most talán nem kell erről, mint módosító szavazzunk, de amennyiben módosítóként fönntartja a képviselő, akkor azt javaslom, konkretizálja, hogy a Szivárvány Gyermekház elsősorban gyerekcentrikus, de hát nyilván nyitotta a felnőtt civilek és a lakótelet felé, ennek a területnek a vezetője igazgatóhelyettes legyen, plusz legyen egy igazgatóhelyettes, aki az ifjúsági közlődésért felelős, és legyen egy, aki a felnőtté. Én ezt nem tudom, hogy ez szakmailag így helyes-e a további bontás, de az első részével, hogy a gyerekkorosztálynak egy önálló igazgatóhelyettesi felügyelete legyen, azzal egyet tudunk érteni. Köszönöm. Köszönöm, képviselő. Megadom a szót Lengvárszki Attila képviselő úrnak. Köszönöm, képviselő, a pontosítást. Igen, így szerettem volna, csak a korábbi szövegben ott úgy volt, hogy egy-egy így alakuljon, de én a gyermekekre szerettem volna koncentrálni ezzel, tehát ezzel a kiegészítéssel szeretném, ha ez ide bekerülne. Köszönöm. Tehát akkor fenntartja a módosítási indítványát, képviselő úr. Köszönöm. Révész Mária, bizottság elnök asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem tudom, hogy miért kell ezt a, bocsánat, ez egy barkácsolást a közgyűlés előtt végezni, ugyanis a 13. pontban benne van, hogy a közgyűlés utasítja a kutatás központ igazgatóját, hogy az intézmény szervezet és működési szabályzatát készítse el, és jóváhagyása terjeszt a kulturális bizottság elé. Bevehetjük ezt a megkötést, de akkor még 100 más megkötést is bevehetnénk, hogy minek megfelelően készítse el az SMS-ét a kulturális központ. Azt hiszem, hogy ezt a szakbizottságra nyugodtan rá lehet bízni, de hát, hogyha fenntartja a képviselő úr, akkor tartsa fenn. Én megszavazom, de igazából bízni kellene ennyire a szakbizottságokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Több hozzászólás igényt nem látok, akkor elsőként Lengvárszki Attila módosító indítványáról kérem, hogy szavazzon a képviselőtestület. Igen, és három tartózkodással fogadta el a közgyűlés a módosítást. Most az előterjesztés egészéről kérem, hogy szavazzunk.
28 igennel, egy tartózkodás mellett fogadta a testület az előterjesztést. Következő napirendi pont a Pécsi Sport Non-Profit ZRT működésével kapcsolatos döntések meghozatala. Tisztelt Közgyűlés, 4 pontban javasolja az előterjesztés, hogy döntés szülessen. Egyrészt meg kellene kötni a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat és a Pécsi Sport Non-Profit ZRT között. Továbbá egy vagyonkezelői szerződés megkötése az önkormányzat és a Non-Profit ZRT között, amelyben ingatlanok eszközök átadása is szerepel. Majd harmadikként az ERT 2-10 év működéséhez átadandó önkormányzati forrás mértékének meghatározása, és negyedszerre pedig azt a problémát kéne kiküszöbölnünk, amely abból származik, hogy a cégbíróság jelezte, hogy 4 fős FEB testületet nem tud elfogadni, mert 3 főben kell ezt maximalizálnunk. Hogy ezt a dilemmát feloldjam, már is jelzem, hogy előterjesztőként azt a javaslatot terjesztem a közülés elé, hogy a 3 személy, aki maradna a döntés követően, Kacérc Béla, Tétszeri Tamás és Csaba Ferenc, Várami Zsolt esetében értesítem majd, hogy akkor egy más területen számítunk az ő munkásságára. Ennyi lenne a javaslatom. Hozzászólás igény Tóth Berton részéről látok. Megadom a szót frakcióvezető úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy teljesen új fajtájával találkozhat a tisztelt testület a közfeladatellátásnak, és hát egy teljesen új szerződéses mintával. Legalábbis én nem emlékszem olyanra, hogy egy közszolgáltatási szerződést kötünk, és abban nem szerepel a támogatási összeg, vagy az elszámolásnak valamilyen pontos megfogalmazása. Van benne egy leírat, hogy kell a támogatási rendszert kidolgozni az új céggel kapcsolatban, de igazából nem szerepel benne olyan tétel, ami azt gondolom, hogy más ilyen szerződéseinkben szerepel. Tehát itt arról van szó, hogy az önkormányzat a vagyonát vagyonkezelésbe, üzemeltetésre átadja a cégnek. A cég készít majd egy üzleti tervet, az üzleti terv alapján majd megfogalmazásra kerül nyilván a költségvetésben egy összeg, és minden év október 31-ig pedig elszámolja ez a cég, és úgynevezett veszteségkompenzációt hajt végre. Tehát ez azt jelenti, hogy előállhat egy olyan szituáció, hogy adott év október 31-én mínuszba fut a gazdasági társaság, és azt elszámolja majd az önkormányzattal, ami egy nem tervezett tétel. És egy igen érdekes beszélgetés, vita alakult ki a gazdasági bizottságban, és az Összefogás Pécsi Egyesület szakértőivel értettünk egyet, aki elmondta, hogy ezek az ingyenes vagyonkezelői, közszolgáltatási, üzemeltetési szerződések, ezek nyilván addig jól működhetnek, amíg az adott tevékenység, az adott üzemeltetés nem hozza meg az elvárt eredményt, de ugye amint meghozza az elvárt eredményt, onnantól kezdve nem biztos, hogy az ingyenesség megfelelő. Tehát ugye a Szebelédi tanár úr javaslata is valahol arról szóltak, hogy különítsük el a vagyont és annak üzemeltetését szervezetileg is, de közben meg olyan viszonyokat hozunk létre, amelyek ingyenességről szólnak, tehát a vagyon tulajdonosa azzal, hogy átadja üzemeltetésre, nem fog bevételhez jutni, ugye ami, és ez is megjelent az anyagban, bár messze áll a nyugat-európai példát, az úgynevezett Stadtwerke, ami ugye a vagyont üzemelteti, a várost üzemelteti, de az üzemeltetésért cserébe fizet is. Tehát ott ugye az a szokás, hogy azért fizet is a vagyonkezelőnek, aki a vagyon állagának javítására fordítja, vagy éppen a vagyon hasznait más közfeladatra használja föl. Itt egy ingyenességről van szó, és anélkül, hogy látnánk bármilyen számot, és ez volt a legnagyobb kifogás a bizottságban is, és nekem is ez a legnagyobb kifogásom, hogy megint semmilyen számot nem látunk, nem látjuk azokat a várható bevételeket, azokat a remélem nem a hozzászólásom okoz ilyen egyeztetési pánikot a tisztelt
közgyűlésben, de nem mondtam sem olyan durván, tehát megpróbálom szakmai keretek között tartani hozzászólásomat. Tehát nem látjuk azokat a számokat, amelyekért érdemes volt létrehozni ezt a céget. Természetesen persze lehet azt mondani, hogy majd a működésben látjuk meg, de nem feltétlenül értek egyet az ingyenes vagyonhasznosítással, és ilyen szerződéses keretet, vagy ilyen szerződéses megfogalmazás szövegezéssel pedig én még nem találkoztam, és én tartok attól, hogy nem a költségvetési szigort fogja erősíteni az, hogy utólagos veszteség elszámolás szerepel ebben a szerződésben. Van is egy ilyen pont, hogy alulfinanszírozás esetén lefolytatandó eljárás. Tehát egy önkormányzat, ami évben tervez, tehát éves költségvetés alapján működik, ez úgy nehezen értelmezhető. Erre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet. Az, hogy a felügyelőbizottságot 3 főre kell csökkenteni, itt pedig kérem majd a Fidesz frakció és polgármester úr segítségét, mert ugye a szakemberekről van szó. Mi szeretnénk, hogyha mi általunk javasolt szakember ebben a 3 főbe bent maradhasson, úgyhogy erre majd én kérnék javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schmidt József képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tóth frakcióvezető úr már utalt a gazdasági bizottságon elhangzottakra, ezért én annak a vitának a lényegében nem is mennék bele, hiszen elnök úr nagyjából beszélt erről, hogy ott mi hangzott el. A szavazás eredményeképpen 3 tartózkodással, 1 igennel és 1 nem szavazattal a bizottság nem támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő Sarkadi Gábor frakcióvezető úr. Két szót ebben a minőséggel, megadom a szót frakcióvezető úrnak. Köszönöm szépen, polgármester. Valóban a múltkori közgyűlésen tárgyaltuk ezt a Pécsi Sport Non-Profit ZRT-vel kapcsolatos döntéseket, és akkor ugye a felügyelőbizottságok tagjairól is szó esett. Szeretném emlékeztetni polgármesteret, hogy akkor eredetileg 3 felügyelőbizottsági tagra tettünk javaslatot. Ez konszenzusos volt a közgyűlésben, és igazán az borította fel a menetrendet, hogy a szocialista frakció is bejavasolta a saját tagját, nyilván tiszteletben tartva azt, hogy polgármester tehet javaslatot a személyekre. Én mégis azt gondolnám, vagy azt javasolnám, hogy akkor szavazzunk név szerint a 4 személyről különkön, és akkor dőljön el így módon a felügyelőbizottsági tagoknak a személye. Köszönöm szépen, ezt fogom tenni. Juhász István bizottsági elnök úr, kér szó. Köszönöm szépen, polgármester úr. Támogatni fogjuk nyilván a Sport Non-Profit előterjesztéssel kapcsolatos módosításokat mind a 4 esetben. Én múltkor mondtam, hogy csak 3 lehet, bár rosszul indokoltam, és egyetlen egy dolog miatt kértem szót, hogy azért néznek bennünket és hallgatnak bennünket. Én a Várhalmi Zsolt nevében hadd mondjam, hogy ő is egy nagyon komoly szakember a sportban, nem csak a többi felügyelőbizottságba jelölt ember. Szerintem mindenki jó szakember, aki a felügyelőbizottságokba jelölést kapott. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Akkor lényegében a döntés az arról szól első körben legalábbis, hogy a 4 jelölt közül melyik 3 maradjon. Itt elhangzott egy indítvány Sarkadi Gábor részéről, hogy szavazzunk a jelöltekről. Milyen technikával történik ez? Most csak tanakodom itt hangosan magamban, hogy szavazunk, és aki legtöbbet kapja, az, vagy a legkevesebbet, az kiesik, vagy megadom a szót Tóth Bertalan úrnak. Köszönöm, én nem kíváncsi, csak ugye a 21 fölött kap mind a 4, az teljesen mindegy, hogy a 26-24 az ugye megkapja a minősített többséget. Tehát így a szavazás, vagy az SMS-ünk értelmében, vagy az SMS szerint ez értelmezhetetlen. Ha viszont szavazunk és valamelyik nem kapja meg, akkor nyilván az fog kiesni. Jó, köszönöm szépen. Juhász képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Én egyszerűsítem ezt a kérdést.
módosító indítványt szeretnék beterjeszteni ahhoz képest, amit polgármester úr mondott, tisztelve a véleményét. Maradjon az az eredeti három felügyelő bizottsági tag, aki az eredeti előterjesztésben és az előkészítő munkában megjelölve lett. Tehát ebből az következik, hogy nem Csaba Ferenc, hanem Várhalmi Zsolt lenne a harmadik. Köszönöm szépen. Tehát az eredeti előterjesztés a módosító indítványon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát akkor a három személy, aki eredetileg szerepelt ebben a javaslatban, az Kacész, Béla, Tészeri Tamás és Várhalmi Zsolt. Akkor Tóth Bertalan úr kér szót, ügyrendben. Megadom a szót. Három perc szünetet szeretnék kérni. Köszönöm szépen, megadom.